Mind a Pitbull Terrier, mint pedig az American Staffordshire Terrier harcban született és edződött fajták, azonban az erőn és a teherbíráson kívül számos olyan tulajdonsággal is bírnak, amelyek ideális házi kedvencekké is teszik őket. Ezeket a pozitív tulajdonságokat is igyekeztek kidomborítani a szervezők azon a kutyás találkozón, amelyet immáron harmadik alkalommal rendeznek meg lelkes helyi ebb tulajdonosok. A polgármester úr nyitó beszédével kezdtünk, majd a Fejér megyei rendőrfőkapitányság kutyás bemutatóját láthattuk. Jelen pillanat zajlik a szépségverseny. Várjuk még a Kutyaparadicsom kutyaiskolának a embereit, akik őrzővédőzni fognak. Lesz kötélhúzás és magasugrás. Meglehetősen speciális kutyafajtákról van itt szó. Országos szinten mennyien foglalkoznak ezeknek az állatoknak a tenyésztésével, úgy nagyjából körülbelül? Összegségében, hát ha már csak a városnak a szintjét nézem, azért szinte a városban is minden harmadik embernek van. Viszont ugye rossz példák, amiket föl szoktak hozni, amiket betesznek igazából a műsorokba a kutyatámadások, hogy harcoltatják őket, ezeket mi szeretnénk már tényleg véglegesen elnyomni. Igenis egy családbarát, gyerekcentrikus kutyáról beszélünk. És nyilván, hogy a gazdi is odafigyel rá, főleg, hogyha ilyen drága és komoly állata van, hogy azért megfelelő módon kezelje. Sokat kell velük foglalkozni. Én speciál napi 24 órában vagyok az enyémmel. Aki elhanyagolja, az természetesen kezelhetetlen, de vannak ugye az alfák, mint az enyém, és akin igenis sokat kell alakítani, és az hosszú idő és sok-sok türelem. Nem tudom, hogy van-e már időpont jövőre, vagy terv szerint nagyjából? Terv szerint még nincs, bár tavasszal szeretnénk tenni, csak szem előtt szoktuk tartani a sukáknak a tüzelési időszakát. Tehát ehhez próbálunk azért igazodni.